Kedveli a festészetet? Imádom a festészetet. És hogy ezek a festőművészek egyetlen ecsetvonással a nevető arcot sírósá változtatják, az fantasztikus. Látja, ezt teszem én is. Ecsettel? Nem. Ezzel az olmosbottal. Egyre több gyerek születik mostanában. Önök szívesen vállalnának gyermeket? Igen, igen, én szeretnék, csak hát van egy akadályom. Mi az akadálya? Hát az, hogy a férjem nem enged el egyedül nyaralni. Mindig tömegközlekedéssel utaztok? Ó, hát mi mindig imádunk tömegközlekedéssel utazni. És milyen lesz a jövő bérlete? Hát közelít a legmagasabb igényekhez. Miben? Hát abban, hogy csak a jó Isten tudja megfizetni. Egyre több hölgy vesz politikus Magyarországon. Ha mondjuk ön pénzügyminiszter lehetne, mit titkolna el a nyilvánosság elől? Azt, hogy hármason volt matekból. És mit mondana? Azt füllenteném, hogy ötös voltam, csak leértékeltem. Optimista ember ön? Hát persze, ugyanis én mindig látom a fényt az alagút végén. Hol tetszik élni? Hát itt, a Clark Ádám téren. Megvan elégedve Strada díj mértékével? Abszolút reális. 3000-ért az M5-ösön eljutok Kecskemétig, de ennyi pénzért az ötös mellett álló lányoknál még úgyig se jutok el.